Köszönöm szépen, sziasztok! Tulajdonképpen a minit előadáshoz csatlakozik igazából ez a prezentáció, vagy ez az előadás. A prezentációt ezt így összedobtam, úgy voltam, hogy 5 perc alatt úgy a prezentáció fogja vinni a dolgot. Ennek meg fel sikerült is kilépnem belőle, de ezt mindjárt megoldjuk. Jó, visszafele menjünk, nem, így is jó, így is jó, így is jó. Most visszafele nézzük a prezentációt, úgyhogy így akkor indulunk. Tehát a dolog onnan indult, az egész MozCase, ez egy telefontok, jelenleg az iPhone 6, 6 Plus verziókon dolgozunk, de már belevágtunk, majd elmondom miért a Samsungba is, hogy az S6-ra is érkezzen a dolog. Indult onnan a dolog, itt vagyunk, tehát egy ilyen bumper volt a kezdő gondolat, mégpedig pont ezért, mert hogy vannak ezek a remek okos órák, illetve fitness karkötők és mindenféle csoda dolgok, amíg lemerülnek, az ember otthon felejti, tehát adott a probléma, hogy igény az emberekben van arra, hogy trekkeljék ezt a fitness aktivitásukat, hogy ilyen szépen magyarul fejezem ki magamat, de ezek az eszközök, ezek valami módon egy időt az ember idegeire mennek, mert a folyamatos töltés szerintem mindenkinek az idegeire megy. Úgyhogy ezért fölmerült ez, hogy ezt fogjuk, tegyük bele a telefonba, és ezt úgy tudjuk megtenni, hogy egy ilyen bumpert, egy ilyen keretet teszünk köré, és ebbe a bumperbe integráltunk bizonyos szenzorokat. Ezek a szenzorok, van egy hőmérséklet szenzor, amit akár lázmérésre, egyebekre lehet használni. Van az oldalán egy úgynevezett impedancia szenzor, ez, hogyha valaki volt már ilyen fitness teremben, és láttatok ilyen futógépet egyebeken, azon van egy ilyen fémes felület, na ugyanez a fémes felület, amit ott úgy megfogsz, és ugyanez a dolog került bele a tokba, tehát hogyha valaki a tokot így megfogja oldalról, akkor a testzsír, testtömegindex egyebeket tudja mérni vele. Illetőleg a Samsung telefonunkban egyébként már létező pulzusmérő, illetve oxigénszaturáció mérő, ami belekerült ebbe, és most így gondolkozom, igen, tehát ezek itt vannak, és mondom, hogy visszafele megyünk a gondolatmenetbe és az egészben. Tehát ez volt a kiinduló gondolat, amikor belevágtunk ebbe az egész sztoriba, és mivel ugye ebbe a bumperbe gondolkoztunk, és ennek nem volt hátlapja, fölmerült rögtön a gondolat, hogy valamit kezdeni kell ezzel a területtel, ami ott a telefon hátulján üresnek maradt, és most egy kicsit előre rohanok. És kiderült, hogy hát akkor ezt próbáljuk meg jól kihasználni, és a jó kihasználás az pedig erről szólt, hogy cserélhető hátlapokat kezdtünk el kigondolni. A lista végtelen, ezek azok, amikkel most az elején indulunk. Van egy úgynevezett alkoholszintmérő történet, hangfal hozzá, napkollektor, ilyen pótaksi kiegészítő akkumulátor, illetve egy EIN kijelző, tehát ezek azok, amikben gondolkozunk. Nem csak gondolkozunk benne, mi már megtettük azt a lépést, hogy kiléptünk az internet nagyvilágába, kiléptünk a Kickstarterre, fut egy kampány, hogy valószínűleg nem lesz sikeres. Emiatt nem esünk kétségbe, viszont nem ülünk rózsaszín ködbe. Nagyon-nagyon sok tanulsággal járt ez a dolog, hogy mi kimertünk lépni oda, tisztában vagyunk vele, hogy most ez így nem lett egy sikersztori. Sokat gondolkozunk rajta folyamatosan, hogy mik azok, amik miatt nem jutott el ez oda, ahova eljutott. Még 4 nap van, tehát hogyha most valaki gyorsan belevág, tehát szeretettel várunk mindenkit, akkor lehet, tehát még megmenthetitek a kampányt, hogyha úgy érzitek. De mindeközben egyébként a Kickstarter kampány, és a Kickstarter mint egy reklámplatform és reklámhordozó rengeteg mindenben segített. Tehát nem csak úgy, amit megtanultunk, és a legfontosabb tanulság, hogy a Kickstarter nem a crowdfundingról és nem a fundingról szól elsősorban, hanem arról, hogy egy olyan platform, ami segítségével ki lehetett jutni a világba. Másik sztori, itt volt a TechCrunch-nek az editora, és egyszerűen egy rövid beszélgetés végeztével arra jutottunk, hogy a nap végén kikerült ez a TechCrunch-ra. És elképesztő mennyiségű látogató érkezett oda. Ha ez csak egy weboldal lett volna, akkor valószínűleg nem tudtuk volna ugyanezt megcsinálni, mivel ott volt a Kickstarter, és a Kickstarter név, ezért ez ki tudott kerülni.
Az, hogy a projekt, mármint a Kickstarter kampány valószínűleg nem lesz sikeres, ez annyit jelent, hogy jelenleg a gyártás beindításához szükséges tőkét valószínűleg máshonnan, sőt nem valószínűleg máshonnan kell megszereznünk. Ez körülbelül egy-két hónapnyi csúszást jelent abban, amit mi elterveztünk. Az eredeti terv az, hogy őszre termék legyen belőle. Ez valószínűleg inkább a karácsonyi szezonnak a karácsonyi nagy bevásárlás ereje lesz. És ez ugye már is felveti ezt a dolgot, hogy az iPhone-nak valószínűleg addigra újabb verzió jelenik meg. Remélhetőleg ugyanezzel a formával, tehát nem kell újra ezeket a fölcsöntőszerszám és mindenféle irányba belevennünk a dologba. Úgyhogy emiatt is kezdtünk el azon gondolkozni, hogy akkor lehet, hogy az iPhone, nem az iPhone, lehet, hogy a Samsung 6S-re kell kijönnünk először, S6-ra. Úgyhogy ez a történet a dolognak, nem tudom, mennyi időm van még. Te se tudod. Lejárt, vagy nem? Jó, oké. Úgyhogy így néz ki a dolog, tegyétek fel a kérdést, és akkor megválaszolom, vagy irányítottan mondom, hogy mit kérdezzetek. Mikor valószínű lesz a valószínű kampány sikertelenségek? Mi a legfőbb oka? A kérdés az volt, hogy mi a legfőbb oka a kampány sikertelenségnek. Ez azért kicsit kellemetlen, tehát még ezért van 4 nap, tehát még kellemetlen, itt állok és már temettek. Jó. Hogy mi az oka neki, ez azért egyébként nagyon furcsa dolog. Például, na most ezt hogy fogalmazzam jól, tehát eljutottunk nagyon sok helyre, de mégse jutottunk el elég sok helyre. Tehát az egyik oka az, hogy mindenképpen a kampány elején viszonylag kevesen voltak, és van a Kickstarternek egy ilyen arany igazsága, hogy ha az első hét az nem ilyen, akkor onnantól kezdve húzzuk le a rolót, menjünk és keressünk mást. Valószínűleg ez is közbejátszott a dologban. Igazából nagyon sok olyan konzekvencia van, amin mi gondolkozunk. Például mi az egész kampányt arra építettük föl, és az eredeti gondolatmenetre, hogy ez egy wellbeing és fitness bumper, és egyébként vannak a cserélhető hátlapok. És a kampány során jött annyi visszaigazolás arra, hogy a cserélhető hátlapok tök jók, de ezt a fitness dolgot felejtsétek el. Tehát erre is egyébként nagyon hasznos volt a Kickstarter, hogy ez a visszajelzés visszajutott hozzánk. Hát most ennek az ára is megvan, de tanulunk belőle folyamatosan. Két kérdés. Kiderült, hogy melyik hátlapon lesz sikeres? Ez a sokat akartok, de egy a jó kérdés, illetve, hogy ez tör van-e az Tehát a kérdés az, hogy melyik hátlap a legsikeresebb, és hogy tölti-e az iPhone a tokot, vagy? Hogy a tok tölti az iPhone. Alapvetően azt kell tudni, ez egy irgalmatlan hosszú procedúra volt az Apple-nek, hogy befogadja a projektet, és mivel befogadta az Apple projektet, úgy van kitalálva, ugye most az elején teljesen ilyen Apple-be gondolkoztunk, hogy Lightning csatlakozó van benne, tehát nem Bluetooth-szal csatlakozik a telefonhoz. Tehát emiatt ugye a telefonból veszi fel az áramot, és egy nagyon izgalmas kérdés volt, hogy mi a bemeneti csatlakozónk. A bemeneti csatlakozó az Apple ígérte hosszú-hosszú idő óta, hogy lesz anya Lightning csatlakozó, ez valóban lett anya Lightning csatlakozó, egyetlen probléma, hogy ez aztán nem lett rendelhető, mert még az autentikációs chip még mindig nem létezik hozzá, ezek belső információk, senki nem mondja el senkinek. Úgyhogy emiatt egyébként valószínűleg az USB-C típus lesz majd a külső csatlakozó, majd meglátjuk az Apple is elmozdul-e ténylegesen ebbe az irányba, ugye az új MacBook megjelenése az ezt azért úgy tűnik, hogy igazolja. Meglátjuk, hogy mi lesz. A legnépszerűbb hátlap, alapvetően külső aksi, az még mindig ott az emberek megbolondulnak, tehát a külső akkumulátor az mindenkinek kell. Egyébként az EIN kijelző, amire még a legtöbb olyan visszajelzés érkezett, hogy azt is akarjuk. Elsőnek ott, és akkor úgy.
Hogy lesz-e újabb antenna gét, egyelőre azon dolgozunk, hogy ne legyen belőle. Ez a legnagyobb kihívás egyébként az egészben, hogy úgy megcsinálni a dolgot, hogy ne fedjünk semmit. Ezért is egyébként az 5S is fölmerült, hogy miért nem jövünk ki arra is. Az 5S-nél nem fért volna a házba bele az elektronika, tehát az egyszerűen az kizárt, hogy az 5S-be beleférjünk, úgyhogy elvetettük teljesen, és ott valószínűleg mindent fettünk volna, tehát az csak problémát jelentett, hogy ezért is a nagyobb méretű telefonokon indultunk el. Tehát az a kérdés, hogy a csődöt mondtunk a Kickstarteren, akkor kinek kell, kutya se veszi, hagyjuk az egészet. Hogyan lehet itt befektetőket meggyőzni? Az az érdekes, hogy már a Kickstarter, tehát a Kickstarter kampány, ahogy mondtam, a Kickstarter egy kvázi reklámfelület, és fura módon ezen a reklámfelületen nem az a megítélés, hogy sikeres-e, hanem a befektetők, illetve disztribútorok így is jönnek, hál' Istennek, és jelentkeznek folyamatosan. Ugye itt azt is látni kell, tehát itt, amikor azt mondjuk, hogy sikertelen a kampány, jelenleg itt mondjuk egy tisztességes családi autó ára összegyűlt már, tehát hogy azért itt amikor sikertelenségről beszélünk, azért mondjuk ezt sikertelennek, mert mi azt mondtuk, hogy 150 ezer dollár az, amit mi össze akarunk gyűjteni. Ez baromi sok pénz. Na most miért állítottuk be ezt ennyire? Azért állítottuk be ennyire, mert nem akartunk felelőtlenek lenni. Tehát ha azt mondtuk volna, hogy 5000 dollár, és akkor ott van a, mit tudom én, 120 ember, aki rendelt, betelt az 5000 dollár, tök jó, boldogunk, sikeres a kampány, de abból a pénzből nem tudunk gyártást beindítani, és nem tudunk semmit csinálni, és akkor ott állunk, hogy ott van az a pár szerencsétlen ember, aki bízott bennünk, és őket is akkor cserbe adjuk. Így viszont azt tudjuk mondani a gyerekek, oké, csúszunk ennyit, de lesz, tehát meg tudjuk csinálni, és nem köteleződünk el felelőtlen ígéretekkel különböző emberek felé. Sajnos egyébként nagyon sokan ezért csalódtak a Kickstarterben, és egyébként nagyon sok olyan visszajelzés is volt, hogy majd ha termék lesz, és a boltok piacán, akkor megveszem a Kickstartert, felejtsük el, ott már buktam sokat. Utolsó. Láttam olyan Kickstarter kampányokat, ahol azt csinálták, hogy belőttek egy viszonylag alacsony összeget, egy minimális termékre, és utána ott voltak további dolgok, amiket el lehetett ilyen kétszeres, négyszeres vagy tízszeres összeggel. Ilyenek nem gondoltak, attól láttak ott az tapasztalatokat, vagy igazából, tehát az a kérdés, hogy miért nem azt mondtuk, hogy akkor valami minimális összeg, azért egy minimális termék, és akkor így megyünk, skálázunk följebb. Nagyon nehéz lett volna, hogy nagyon nehéz itt azt mondani, hogy mi az a minimális termék. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy akkor kapsz egy műanyag hátlapot, és egyébként összegyűlik, akkor teszünk bele. Tehát, hogy nem, nincs igazából az a pont, ahol azt mondjuk, hogy akkor most csak ennyi. Úgyhogy emiatt amit tudni kell, ezért kérdeztem egyébként a 80 dolláros előállítási költséget az esetben. Tehát itt például egy fröccsöntő szerszámnak a megvásárlása, elkészítése, az nem egy nem milliós, hanem ennél nagyobb, jóval nagyobb tétel. Tehát ahhoz, hogy ezek el tudjanak indulni, itt azért egy elég erőteljes zsebbenyúlásra van szükség. Köszönöm.